Bogyó és Babóca finomságai. Bagoly doktor és a sütemények. Beköszöntött a nyár. A nap derűsen szórta a sugarait, a virágok mind kinyíltak, megérett az eper, piroslott a cseresznye. Az erdő kis lakói elhatározták, hogy rendeznek egy nyárköszöntő mulatságot. Rendezzünk egy lakomát a nagy réten, javasolta Baltazár, a méhecske. Ez nagyon jó ötlet, helyeseltek a többiek. Mindenki süssön valamit, szólt Szellő, a szitakötő. Én sütöm majd a legfinomabbat, jelentette ki Pihe, a lepkelány. Azt nem hiszem, az én süteményeim híresen jók, vágta rá Lili, a rózsabogár. Bogyó és Babóca palacsintája is finom volt múlt nyáron, szólt Ugri, a szöcskelány. Így van, bólogatott Döme. El is fogyott az összes? Az lenne a legjobb, ha mindenki készítene valami finomságot, és mind kihoznánk ide a rétre, lelkendezett Babóca. Alfonsz hegedülne, táncolnánk, és együtt lennénk késő éjjelig, amíg csak ébren tudunk maradni. Nevezzünk ki valaki zsűrinek, aki végigkóstolja az összes süteményt, és eldönti, hogy melyik a legfinomabb, vetette föl Bogyó. Én szívesen vállalom, jelentkezett Gömbi. Ugyan, Gömbi, te nagyon kicsi vagy, 3 süteménynél nem is bírsz többet megenni, legyintett Egon, a cserebogár. Kérjük meg Bagoly doktort, ő biztosan jó zsűri lenne, kiáltott Pihe. Ezzel mind egyetértettek, így aztán közösen elindultak a Bagoly család odújához. Bagoly doktor szívesen elvállalta, hogy a nyárköszöntő ünnepségen végigkóstolja az összes süteményt, és eldönti, melyik a legfinomabb. Elérkezett az ünnepség napja. A kisbarátok mind korán keltek, és munkához láttak. A színes házikókból finom illatok szűrődtek ki, mindenki sürgött forgott a saját konyhájában. Babóca katica pöttyös süteményeket készített, Bogyó persze csiga formájú tekercset, Baltazár sok csíkos méhecskét, Gömbi virág alakú linzert, Lili epergolyókat marcipánrózsákkal, Pihe lepkelinzert, Egon tejbegríz gombócokat, Döme karamellás sütit, a 100 lábú zserbó kukacokat, Szellő gyümölcsgolyót, Vendel mákos gubacsúcsokat, Frici túró rudi golyót, a holdbogár citromos holdkekszet, a barlangipók almalabdákat, Milla kókuszú embereket, Dorottya gesztenye szívet, a hangya királynő koronás maffint, Sünsoma és Ugri pedig együtt gyúrt apró, sünformájú falatkákat. Amíg a többiek a finomságokat készítették, Mókus Regő és Kelemen felállítottak a rét közepén egy hosszú asztalt, és leborították kockás terítővel. Délutánra mindenki elkészült, és Alfonsz hívószavára összegyűltek a réten. Nagy tálakon hozták az elkészített süteményt, és óvatosan letették egymás mellé az asztalra. Hamarosan megérkezett Bagoly doktor. Nagyon szépek, dünnyögött elismerően. Most mind menjetek haza, és sötétedéskor gyertek vissza. Addig minden tárról megkóstolok egy falatot, és estére megmondom, melyik a legfinomabb. A kisbarátok hazaértek, és izgatottan várták az estét. Amikor sötétedni kezdett, összegyűltek Babóca háza előtt, és együtt elindultak a rétre. De a réten földbe gyökerezett a lábuk, megdöbbenve látták, hogy Bagoly doktor a rét közepén fekszik, és hangos horkolással az igazak álmát alussza. A süteményekből pedig alig maradt valami. Bogyó hangosan rákiáltott, Bagoly doktor, ébresztő, hol vannak a sütemények? Megetted az összeset? Háborgott Babóca is. Jaj, elaludtam, elnyomott az álom, kapott a fejéhez riadtan Bagoly doktor. Hát, talán egy kicsit több kóstolót vettem a tálakról, mint kellett volna. De mind olyan finom volt, nehéz volt eldönteni, melyik legyen a nyertes, mindegyiket többször is megkóstoltam, magyarázkodott. És melyik lett a nyertes? Kérdezte Gömbi. Nem tudom, ismerte be Bagoly doktor. Egyformán finomak. Ne haragudjatok, falánk voltam, többet nem teszek ilyet, jó nagy butaság volt. Most aztán úgy fáj a hasam, hogy megmozdulni is alig bírok,
sopánkodott. A többiek megsajnálták Bagoly doktort. Annyira fájt a hasa a rengeteg finomságtól, és annyira nehezen mozgott, hogy Sünsoma vitte haza a sünfogattal. Otthon Bagoly mama ilyetten ágyba dugta, és leszögezte, hogy mostantól szigorú diéta következik. A kis bogárkák tanácstalanul áldogáltak a réten a balul elsült sütemény versenyestéjén. Most mi lesz? Elmarad a nyár köszöntő? Kérdezte szomorúan Gömbi. Dehogy marad el, kiáltott ekkor egy hang, és a bokor mögül előbukkant a Bodobács bogár kürtös kalácsos autójával. Na hát, Bodobács, de jó, hogy eljöttél, kiáltottak mind egyszerre. Kelementől a Kanáritól kaptam a hírt, hogy ma este nagy mulatság lesz a réten. Tele van az autóm kürtös kalácssal. Az erdőlakóknak nyomban visszatért a jókedve. Alfonznak több se kellett, rázendített, felcsendült a hegedű szó. Patrik is eljött, és elhozta magával a harmonikáját, zengett az erdő a vidám zeneszótól. A kisbarátok körbeálltak, és késő éjjelig járták a körtáncot, megették az összes kürtös kalácsot, és persze a kevéske süteményt is, amit Bagoly doktor meghagyott. Az este további meglepetéseket is tartogatott, újabb vendégek érkeztek egymás után. Késő éjjel volt már, amikor az égbolton világosság tűnt föl, és csak hamar leszállt a dombtetőre a csillag alakú házikó. A csillaglány mosolyogva lépett ki az ajtaján, egy nagy tál csillag alakú mézes kalácsot adott át Babócának. Hirtelen apró kis fények siklottak át az égen, hullámvonalat rajzolva fel a sötét égboltra. A Szent János bogarak, kiáltott Gömbi. A Szent János bogárkák leszálltak a magasból, és mindenkit megajándékoztak egy-egy gyümölcsnyárssal. Az esti mulatság mégiscsak jól sikerült, eljött a távolból Katica Kata és Csiga Csaba is. Kata pudingos gyümölcskosárkákat hozott, Csiga Csaba pedig banános kekszkarikát. Másnap Bagoly doktor nyűgösen ébredt. Elégedetlenül forgolódott a tükör előtt. Nagyon kigömbölyödtem, dünnyögött magában. A Bagoly fiókák erre koncogni kezdtek, de Bagoly doktor morcos pillantást vetett feléjük. Ekkor azonban kopogtattak. Bogyó, Babóca, Pihe, Baltazár, Vendel és Gömbi állt az ajtóban. Hogy vagy, Bagoly doktor? Kérdezték kórusban. Jobban-jobban morogta, és mélyet sóhajtott. Ne haragudjatok, hogy tönkretettem az estét. Nem tetted tönkre, mondta nevetve Bogyó. Nagyszerű esténk volt. A csiga fiú mindent elmesélt töviről hegyire. Elmondta, hogy eljött a Bodobács, a csillaglány, eljöttek a Szent János bogarak, késő éjjelig táncoltak és mulatoztak a réten. Most pedig gyere velünk, vette át a szót Baltazár. Hova? Kérdezte Bagoly doktor. Tornázni. Mozgunk egy kicsit együtt, és már is jobban érzed majd magad. Bagoly doktor nehezen állt kötélnek, de végül beleegyezett. Igazatok van, a torna jót fog tenni, ismerte el. Kimentek együtt a dombtetőre, Baltazár mutatta a feladatokat, a többiek pedig utánozták. 1-2-1-2, diktálta az ütemet a méhecske. Először törzshajlítás, aztán karlendítés, szökellés, kéztámasz, lábemelés, végül ki- és belégzés. Olyan volt, mint egy tornaóra, a végére mind elfáradtak. Bagoly doktor lihegett, szuszogott, de hősiesen végigcsinálta a gyakorlatokat, és valóban jobban lett a mozgástól. Ettől kezdve minden nap tornáztak egy kicsit együtt, míg Bagoly doktor annyira belejött, hogy a nyárbúcsúztató foci meccsen beállt Baltazár csapatába hátvédnek. Thank you.
Thank you.